Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkotassatok saját véleményeket. Kezdjük is a Mesterhármassal, hogy bár lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára, aki még újjannak ajánlom, hogy olvass el a videók alatti leírás, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. És akkor nézzük tovább, a kriptorán is nagyon sok hasznos infót, oktató videót, tananyagot találtok, úgyhogy ezt is nézegessétek csak. És akkor kezdjük is innen idő. Jaj, várjunk már, ez nem innen, ez később is ki van nekem jelölve. Igen, jó, akkor szépen sorba, első körbe. Világgazdasági hírek. Azt mondja, hogy nézzük is. 10 éve inaktív, itt volt egy három ilyen terroristás hír, és hogy mennyire nyugszanak már lefelé a terroristák mindenhol. Ugye ez most nagyon egybevág, mert a szankciókról lesz majd szó, ugyebár ahol terroristák vannak, azok az országokat szokták szankcionálni. Ez az egy húj, nagy csomag lesz itt az elejére, vagy negyed óra el fog menni szerintem ezzel a résszel, meg az első hírrel. Na nézzük is. Az ETA 1000... Hoppá, hangerő. Sokára jött el, de eljött. Az ETA 1958-ban Baszk Föld és Szabadság néven Baszk Nacionalista Függetlenségi Mozgalomként alakult, majd több ágra bomlott, és 10 év elteltével legismertebb magja terrorszervezetté vált. A mozgalom mérsékelt csoportja azonban már a kezdetektől elhatárolódik a terroristáktól, és az ETA ma is létező mérsékelt szárnya erőszakmentes küzdelemre szólítja fel a mozgalom szimpatizánsait. Már itt is vége a spanyol terroristák, se terroristáskodnak már. Akkor tovább. Szíria. Szíria északnyugati, a felkelők uralma alatt álló területén 2020 március óta nem volt ehhez fogható támadás. És akkor itt is már egy, hát tudom is, március, egy másfél éve nem volt itt sem, most meg így robbantottak meg, ez az. Ez is országon belüli, és akkor Moszkvánál vannak a tálibok. Moszkvában 11 ország képviselői, köztük a kabuli ideiglenes tálib kormány képviselői ültek kerekasztalhoz, hogy Afganisztán katonai és politikai jövőjéről egyeztessenek. Ilyen nemzetközi konzultációt először rendeztek a tálibok afganisztáni hatalom átvétele óta. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter felszólította a tálibokat, hogy ne változtassák a terroristák kiinduló bázisába Afganisztánt. A tanácskozás résztvevői egyetértettek a befagyasztott afgán kint lévőségek felszabadításának szükségességével. Zamir Kabulov, az orosz elnök Afganisztán megbízottja elmondta, a tanácskozáson felmerült az új afgán kormány elismerésének ügye. Ennek ideje akkor jöhet el, amikor Kabul teljesíti a nemzetközi közösség elvárásainak többségét, a végleges kormány összetétele és az emberi jogok kérdésében, mondta. Ó, hogyha itt is azért még egy-két dolog, nőket hagyják tanulni minden egyéb. Úgyhogy ezeket még el kell érni, de hát már nem vagy jó, te két hónapja vonult ki az USA Afganisztánból, azóta semmi robbantás nem volt külföldön. Itt még egy, jaj, ez jó, újságírókra támadtak tálib fegyveresek. Hát ezt megsuhintották, nem mindegy. Afgán nők tüntetéséről beszámolni szándékozó újságírókat ütöttek tálib fegyveresek Kabulban. A fegyveresek így próbálták megakadályozni, hogy az újságírók a munkájukat végezhessék. A Le Figaro beszámolója szerint egy tálib fegyveres például puskával ütött meg egy külföldi újságírót, akit egy másik hátba is rugott. A kabuli tüntetésen egy körülbelül 20 fős női csoport vonult az oktatási minisztérium közeléből a pénzügyminisztérium felé. A színes fejkendőt viselő nők azt követelték, hogy a lányoknak is legyen joguk tanulni Afganisztánban. A tüntetők papírlapokkal a kezükben vonultak, nincs jogunk tanulni és dolgozni, illetve állástalanság, szegénység, éhség feliratokkal. Pak-pak. Úgyhogy azért még vagyogatnak bajok, de hát olyan nagy terrorizmus, még ha agyonlőtték volna az újságírót, akkor azt mondom, hogy ez egy nagy támadás, de hát meghesegették, legyezgették, hát most, hogy fegyver volt a kezébe, épp nem egy darab husánk vagy egy bot, hát ez van. Na jó, és akkor a végén az energia oldal, ugyebár erről mindig érdemes beszélni. Kiszivárgott, lassítanák a fosszilis energiaforrásokból a megújuló forrásokra való átállást. Vészharangot kongat az ENSZ környezetvédelmi programja, amely jelentést tett közé a termelési hiányosságokról.
A jelentés szerint a megnövekedett éghajlati törekvések és a zéró káros anyag kibocsátási kötelezettség vállalások ellenére a kormányok több mint kétszeres mennyiségű foszilis tüzelőanyagot terveznek előállítani 2030-ban, mint amennyi összhangban lenne a globális felmelegedés korlátozásával. Farhanhak en szóvivő arra hívja fel a figyelmet, hogy a koronavírus világjárvány kezdete óta a világ országai több mint 300 milliárd dollár új forrást irányoztak elő fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységekre, ami több, mint amennyit a megújuló energiába fektetnének. Ez azt mutatja, hogy még mindig hosszú utat kell megtennünk a tiszta energia jövőjéig. A köz- és magánbefektetőknek sürgősen váltaniuk kellene a megújuló erőforrás projektek finanszírozására, mondta az ENSZ szóvivő. A jelentés közzétételével szinte egy időben kiszivárgott dokumentumok kerültek a BBC birtokába, melyek szerint egyes a kőolajtermelésben és szénbányászatban érdekelt országok, például Szaúd-Arábia és Ausztrália, vagy a nagy felhasználók közül Japán azért lobbiznak az ENSZ-nél, hogy a világnak ne kelljen olyan gyorsan csökkentenie a foszilis tüzelőanyagok használatát, mint ahogyan azt tervbe vették. A kiszivárgott dokumentumok több mint 32 ezer beadványt tartalmaznak. Ez a fajta lobbizás komoly kérdéseket vet fel a másfél hét múlva kezdődő glasgowi klímacsúcs előtt. Ugye már mindig csak mondják, aztán rögt, már most kezdődik, mivel is hozták, hogy begyük meg, hogy kéne, de már ne akarjuk már, hát legyen már ezért olaj meg minden, ó, nagyon kész, nem akarnak átállni egyáltalán ingyen energiára. És akkor a másik oldalt meg mi oldalunkról az átlagos ember szempontjából meg itt tartunk, hogy egyre többen szegényednek el a magas energia árak miatt Európában. Belgiumban egyre többen kérnek segítséget a kormánytól a magas energia árak miatt. Civil szervezetek szerint újabb rétegek csúszhatnak le. Általában olyanok keresnek meg bennünket, akik már bizonytalan helyzetben vannak és nem tudják fizetni a számláikat. Már az én családomban és a baráti körömben is kérdezgetik, hogy mi folyik itt, és hogy hogyan tudják kifizetni a számlákat. Ezek átlagos keresetű emberek, akik azt kérdik, hogy mi folyik itt, mondta egy civil szervezet segítője. Úgyhogy itt is nagyivá nem tudja Belgiumban a számláját fizetni. Úgyhogy, de azért ingyen energia ne legyen már, mert hát a gazdagoknak még több pénz kell az olajból. Na jó, nézzük tovább, CNBC-t most nem néztem, így is annyi minden van már, hogy hihetetlen. Egy kis idő plusz info itt Bélától, ja, talán egy-két dolog volt benne. Egyik az érdekesség, hogy itt is, jaj, ez ki, Ré Dalio volt, vagy ki volt ebbe? Na mindjárt so pillanat. Even going over the last... Na ki van a tetején? Is like ignore. Poltyutyor Jones, jó, Poltyutyor Jones, ő is azt mondta, hogy igen, az infláció csak rosszabbodhat. És akkor ő is jobban szereti már a bitcoint az aranynál, lesz is már erről is külön cikk. És akkor itt mutatja is, hogy itt is benne van, hogy a bitcoin versus a hagyományos vagyontárgyaknak a megtérülése USA dollárba, hogy a bitcoin, hogyha hány évet megyünk vissza, egy év, két év, három év, akármi, 10 év alatt, mennyit hozott az egy, a bitcoin, az arany, illetve az S&P 500. 10 év alatt a arany plusz 9%-ot nőtt, az S&P 500 plusz 262%-ot, a bitcoin meg plusz 2.273.624%-ot, úgyhogy kb. Erről beszélgetünk, ezért vagyunk itt. Hát itt másik oldalt ezt is mutatja mindig Béla, úgy vár infláció, hogy mennyivel, hogy egy USA dollárból hány szatosit lehet venni, ugyebár a 100 milliómod része a bitcoinnak egy szatosi, és egy USA dollárból még 2011-ben még lehetett venni. Mennyi szatosit, most már egyre kevesebbet, annyira keveset ér már a dollárra, hogy értékelni kell folyamatosan az utóbbi években. És akkor jaj, Facebook, jó, de erről meg van külön cím is, hogy már gyalázzák a Facebookot. Hogy már mindenki gyűlöli a Facebookot, szerencsére már eljutottunk ide. Jó, már olyanok is még át akarja nevezni Zuckerberg már Facebookot másra, hát attól nem lesz jobb, hogy átnevezik. Na mindegy, oké, és akkor nézzük is, elértünk a mai hírekhez. Hú, rengeteg videó van már, és az első, ez irgalmatlan combos lesz. Meg nagyon sokat kell tanulni is hozzá. A kincstár, USA kincstára, ja, kezdjük, hogy legyen. Hát legyen egy normál így. Jó. Öppá. Egy kezdőkép, oké. Az USA kincstára azt mondja, hogy a
kriptók lecsökkentik a hatékonyságát az Egyesült Államok szankcióinak, és akkor több pénz kell, hogy még szankciókat fent tudják tartani. És akkor alapból nézzük meg a hátterét ennek az egésznek, mielőtt visszajönnék komolyabban erre a cikkre. Egyszer, most mutatok Rick és Mortyból egy részt, mert ugyebár rabszolgaság fenntartása az a célja a kormányoknak mindenhol, és akkor úgy lesz majd a részben, amit mutatok, hogy elektori kollégium, az angolba is így mondják, ott sem merték kimondani, hogy úgy a politikusok naturba egy kicsit tereltek rajta, hogy elektori kollégium, de hát az Egyesült Államoknak annyi elektora van, amennyi az állam által a kongresszusba küldendő szenátorok és képviselők összes száma. Tehát elektor egyenlő szenátor plusz képviselő. Úgyhogy amikor elektori kollégiumot mondanak, a szenátornak meg képviselőnek rögtön lehet fordítani. És akkor nézzük is ezt a 5 másodperces részt. Hopp. Kivevítően hangzik, ott amúgy hány állam szavazott rám? Elnök úr, az elektori kollégium lényege, hogy a rabszolgaság fenntartása? Igen, Steve, nekem is van netem. Mondsz? Ennyi. El a fehérség. Hoppá, ja, szóval igen, ezt lehet bezárni, és akkor tehát a szenátorok és képviselők feladata a rabszolgaság fenntartása. Ennyi a lényeg, ugyebár ezzel nem árt, hogy a tisztában van az ember, és akkor nézzük tovább, mi a szankció maga erről, nekem is, hogy én belámban nagyjából azért hallottam minden onnan, hogy mihogy, de most azért tényleg tanultam a szankciókról, hogy mi is az. Két fő fajtája van, a pozitív és a negatív szankció, a pozitívat rögtön szürkével jelöltem, mert olyan nincs, lehet, hogy elméletileg van pozitív szankció, de a szankció szót azt nem szoktuk pozitív értelemben használni. Szociális szankció, a szankció a társadalom reakció az egyén fontos helyzetekben tanúsított magatartására. Célja a társadalmi konformitás biztosítása, hát aztán nagy komfort lesz. A szankció szavakban, gesztusokban, ritkában fizikai kényszerben megnyilvánuló ráhatás hatóereje az egyén félelmében van, hogy a közösségi kapcsolatokból kirekesztődik. Megnyilvánulási formái a csúfolás, kiközösítés, kinézés, közvélemény, büntetés, megszólás. Hát ebbe egy pozitív se volt, ugyebár. És akkor nézzük is, hogy mik a gazdasági szankciók itt az Investopédián. A sanction is a penalty levied on another country or on individual. Tehát ez a... Mi a jó Isten? Pillanat, internet connection, hát van internetem, ne szíves. Tehát a szankció, amikor egy országra kivetnek ilyen szankciókat, arról beszélünk most, vagy egy közösségre. A sanction is a penalty levied on another country or on individual citizens of another country. It's an instrument of foreign policy and economic pressure. Igen, a politikának és a gazdasági nyomásnak egy formája. Can be described as a carrot and stick approach to... Egy ilyen, hát mintha ezért répa lenne, egy, fú, hogy hívják már mindegy, orgázboton, vagy ilyesmi, akár mint a csali lenne, hogy akkor csináld már ezt, és akkor tartják elé, és hogy akkor hát, ha jó leszel, vagy ilyesmi. International trade and politics. A nemzetközi kereskedelembe és a politikába alkalmazzák. A country had... Hopp, itt meg, pillanat. ...stick approach to international trade and politics. A country has several sanctions at its disposal. Egy országnak többféleképpen szankcionálhat. The general goal of each is to force a change in political behavior. A mindegyiknek a lényege az, hogy a politikai magatartásában valami változást érjenek el a másik országba. Ugyanezt, hogy kivegyünk Afganisztánba, és akkor majd exportáljuk a demokráciát. Hát 20 év után láttuk, hogy semmi értelme, mert nem minden egyben egyforma. Attól, hogy az USA ezt akarja, attól az afgánok pedig nem azt akarják. Tariffs or taxes imposed on goods imported from another country. Az importárukra kivetnek adókat, amik másik országból jönnek, hogy nehogy már olcsón tudjon venni az ember bármit is a szankcionált országba. Quotas are limits on how many goods can be either imported or sent internationally. Még azt is megszabják, hogy mennyi árut kaphat egyáltalán egy ország. Embargoes are trade restrictions that prevent a country from trading with one another. Az embargó pedig olyan, az a variációja, amikor megtiltják az egyik országnak, hogy egy másikkal kereskedjen. Non-tariff barriers, or NTBs, are non-tariff restrictions on imported goods. These include a licensing and packaging requirements, product standards, and other requirements. Asset freezes or seizures are measures to stop assets owned by a country or individual from being... Vagyonbefagyasztásokról beszélnek még itt benne, ugyebár most, hogy az afgánoknak is a 10 billió vagy 9 billió dollárnyi aranya azt nem adja vissza az USA nekik. Sanctions are best described by the number of parties involved. A unilateral sanction. És akkor hányan hozzák a szankciókat, hogy egy kormány hozza, vagy több kormány, annál hatékosabb hatása, minél több kormány, itt is mondjuk az oroszok ellen, hogy mennyi kormány hoz szankciókat. Policy. They too often assume that economic harm will cause beneficial political pressure, and they are rarely precise enough to only affect the targeted country.
leading to unintended consequences. Igen, és arra számítanak, hogy majd ha így gazdaságilag, ha elszegényítik az országot, akkor majd utána azt fogja csinálni, amit ők akarnak, de ezt általában nem tudják jól meghatározni, és teljesen előre nem várt negatív hatásai lehetnek több olyan szektorban is, olyan oldalról is, amire nem is gondoltak előtte. Úgyhogy fantasztikusok a szankciók. Azt mondja, hogy az USA milyen országokat szankcionál és miért, és akkor írják, hogy nem jó ötlet az USA-val rosszba lenni, mert hogy az a leggazdagabb ország a világon, és a legnagyobb hadserege is neki van. De a hadseregnek még összesen lehet hasonlítani azzal, hogy mit jelent, hogyha gazdaságilag és kereskedelmi szankciókat szabnak ki egy országra, hogy nem hagyják úgy, hogy elszegényítik a fenébe. És a gazdasági szankciókkal fejezik ki a kormányok a nem együtt értésüket a másik iránt, miközben a háborúk költségesek, mind gazdaságilag, mind politikailag, hát a bankárok imádják őket, mert abból tudnak még több hitelt eladni. A gazdasági szankciók kevésbé mérhetők, legalábbis abban az országban, aki a szankciókat kiadja, de arra az országra nézve, aki megkapja a szankciót, akit így megszólnak, ezek irgalmatlanul hosszú ideig tarthatnak, ugyebár még a udokáig se fognak normálisan, ezért normális országot felépíteni, úgy kifosszák őket. És akkor az USA által szankcionált országok, igen, általában azokat szankcionálják, ahol terrorizmus van, vagy megsértik az emberi jogokat. Hát terrorizmus az is itt 2000-től húzták, vagy kitalálták ezt a terrorizmust, na jó, mindegy. És akkor meglátjuk az, hogy most már megint ez egy nyugodtság van az utóbbi időben, utána legalább már kivonultak Afganisztánból is. És akkor 2021 júniusában, igen, jaj, hogy igen, most fú, milyen országokat szankcionál az USA, ilyen Balkán, Fehér-Oroszország, Burma, Burundi, Közép-Afrikai Köztársaság, Kuba, Dél, Kongói Köztársaság, Hongkong, Irán, Irak, Libanon, Líbia, Mali, Nicaragua, Észak-Korea, Szomália, Szudán, Dél-Szudán, Szíria, Ukrajna, Oroszország, Venezuela, Jemen, Zimbabwe, ezek mind ettől húzzák le a pénzeket, nem hagyják őket élni. És akkor itt van pár példa. Kuba például 1959-ben, amikor Fidel Castro lett a miniszterelnöke, Kubának letaszítva a trónról a forradalom utáni kubai kormányt, amit az USA nagyon szeretett, azt gondolom azok eladták neki az országot, utána jött Castro, ő már nem adta el. Na, akkor ezért után rögtön szankciókat hoztak, és ironikus az egészben, hogy még az USA által szeretett rezsimet, a Batista rezsimet, ami Castro előtt volt, az meg azért, az is azért ment csődbe, mert hogy az USA embargót adott királyuk, pedig azt még szerette, és utána meg a másik meg átvette, azt pedig annyira se szereti, de mindegy, hát ez is olyan, de mindegy, furcsa, hogy miket csinálnak. Irán, az iráni forradalmat követően 1979-ben a nyugatbarát Iránnak a sahja, neki a helyét átvette egy papok által irányított kormányzás, és volt valami irányi túszválság is, és más esemény is, ami ahhoz vezetett, hogy ellenük is szankciókat hoztak, meg itt is, hogy a terrorizmus támogatják, meg a urán dúsítanak, és a többi is Észak-Koreába, hát itt még nem is nagyon írják itt is, hogy a koreai háború, amikor 1950-ben az orosz egy teljes kommunista Koreát akartak létrehozni Észak-Koreából, Dél-Koreából, és akkor utána mégse sikerült, és akkor azóta szankcióban vannak ők is, Szíria is terrorizmust finanszíroz, de hát nem nagyon ez a mindegy, nem sok terrorizmus van az utóbbi időben, hát ne is legyen, soha ne is legyen, reméljük, csak azért volt, mert az USA befátlakodott Afganisztánba. Azt mondja, hogy oké, ezeket átnéztük, és akkor vissza az eredeti hírre, a szankciók, tehát nem lehet ezeket a szankciókat betartani, mert mi a szankciónak a lényeg, az USA dollár az a világ kereskedelmi alapvalutája, vagy fedezeti valutája. Abba kereskedik mindenki, abba kötelező idézőjelbe. És akkor most már vannak más rendszerek, hát ugyebár kripto blokkláncoknak közük nincs a USA dollárhoz, tehát teljesen más rendszer az egész, nem is a kormányok tartják fent. Tehát akkor hogy tudná a USA kormány azt mondani, hogy tudom is én Solanába, vagy USDT-be, Tetherbe nem kereskedhetsz a másik országgal, vagy Bitcoinba, nem is tudja ezt mondani. Hát ezért csinálja Irán meg... hogy hívják már? Irán, hát Irán már egy éve abban már, talán Argentina másik, akik már úgy kereskednek egymással, hogy már bitcoinbe fizetnek, mert akkor a hülye USA szankciókat, a rabszolga sorba tartást, azt nem kell betartani. És akkor az USA kormány és a kincstár azt mondja, hogy jaj, ez csak azért jelöltem ki, hogy az aljana legyen, igen,
fehér. Na nézzük tovább, miközben a szankciók hát azt mondják, hogy alapvetően szükségesek egy hatékony politikai eszközök ezek, hát ez véletlenül. Ezzel szemben új kihívások elé is állítják őket. Az új fizetési formáknak a növekedése, a kriptóknak, meg a digitális vagyontárgyaknak az elterjedése. Mert ugyebár így meg lehet kerülni, hát akkor nem is a dollár fizetési rendszert használja az ember, akkor arra nem is tudnak a másikra szankciókat kiadni, meg hát ne is. De ezek a szankciók is, hát milyen jó istennek akarunk beleszólni a világ másik végébe, hogy mit csináljanak. Hát tudják le házon kívül, ha kijönnek majd ezért ordibálni, meg veszekedni, meg minket is megütnek, akkor majd jól földbe döggöljük őket, de amíg a országukban maguknak ott lázonganak, addig hadd csinálják. Ő dolgok. Hát az minden az USA rendőrállam akar lenni, meg hát a rabszolgatartók legnagyobbja, úgyhogy ne ő mindenből a hasznot akarja kihúzni. Tehát ebből is, hogyha ugye bár ezért harcol, meg minden, akkor ő gyorsan próbálja abból is anyagilag jól járni. Jó, akkor ezek harcolnak, akkor majd ezért kemény, minden szarért úgy érveszünk meg tőlük, meg nem adunk nekik semmit kb. És akkor majd megjavulnak. Tudják, hogy úgyse javulnak meg, de hát őket nem érdekli, hogy az országban mi van, hogy most verekszenek az emberek, meg ez az. Őket az érdekli, hogy még több pénz. Én valahonnan nem tudom, honnan jó Istenből szedték a kiberbűnözést még ide, mert hogy ennek miközben van a szankciókhoz, semmi az égvilágon. Na mindegy. És akkor azt javasolják, hogy a kincstárnak még többet kellene fektetni. És hát ebbe az, ez azért tényleg nem ártana, hogyha az intézményi tudásukat bővítenék, és a kriptókról tanulnának valamennyit most már a kincstárnál, az tényleg nem ártana. És, de ezt csak azért akarják ők, hogy tanuljanak a kriptókról, hogy továbbá is fenntartassák a szankciós rendszert a végtelenségig. És az egyik legfontosabb terület számunkra mondják, az, hogy biztosítsuk, hogy a biztosítsunk egy olyan munkaerőt, aki megérti legalább, hogy ezek a problémák, hát ez aztán hatalmas probléma a szankció, hogy nem lehet tovább izé, kirekeszteni országokat a világból, világnak a pénzügyi kereskedelmi rendszeréből, mindegy. De legalább, hogy understanding, hát nem ártana, ha valaki már értene egyáltalán a kincstárba a kriptókhoz. És akkor mi ez a hatóság a végén, miért öltem Ciánnal? A legtöbb a kriptotőzsdék és a kiberbűnözők közül azok az USA-n kívül léteznek, de itt van hatásuk. Hát, oké, nem tudom ezzel mit akarnak mondani. Jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy jön a többi Bitcoin Futures ETF is, ugye már 4-et vagy 5-öt mondtak itt a hónap második felére. Van egy kis zöld lámpát kapott most már az USA tőzsdefelügyeletítő hivatalosan is. És igen, a ProShares-es jött ki tegnap, a Bitó, ők pedig jönnek majd őket, nekik az lesz a rövidítésük, hogy XBTF, a Vaneknek a Bitcoin stratégiai ETF-je, a Vaneknek ugyebár Gurbács Gábor, valami nagy embere, elég valószínű, hogy ő is magyar. Október 23-ától lesz jóváhagyva a listázás, utána mehetnek a tőzsdére, de az pont szombatra esik, úgyhogy írják is a végén, hogy majd valószínű hétfőtől, jó egy hétfőtől kerül fel a Vaneknak is a Bitcoin Futures ETF-je a tőzsdére. És de részletezik is, hogy ezzel nem fektetnek Bitcoinba, meg semmilyen kriptóba közvetlenül, ez csak egy papírdarab, egy ETF. Oké, tovább azt mondja, hogy egyes források szerint a Valkyrnek a Bitcoin stratégiai ETF-je már a héten indul a Nasdaqon. A ProShares-es, igen, Bitós ProShares-es Bitcoin Futures ETF, ami tegnap jött ki, azután, tegnap előtt jött már ki, vagy hogy, na mindegy. Igen, kijött, és rekordokat döntött az első két napban, hogy kijött, rögtön annyit vettek belőle, mint még soha nem vettek ennyit ETF-et a világon kb. A Vaneknek a Bitcoin Futures ETF egy zöld lámpát kapott, ez volt az előző cikkben, és továbbá most megjön a Valkyr is a Bitcoin stratégiai ETF-ével, valószínű azt rebesgetik, hogy ez meg már péntektől, már holnaptól elérhető lesz a tőzsdén. Nekik az lesz a rövidítésük az övéknek, hogy BTF. Jó, ebben ennyi volt. Oké, nézzük tovább. A CBOE, mi ez a CBOE, ezt nem is tudom nagyon... Írják ide, hogy valahol csak kitérnek rá. CBOE megvásárolta az Ezirix-et, hogy belépessen a kriptotérbe és a derivatívák piacára. Az Ezirix egy future szerződés, határozó szerződésekkel üzletelő tőzsde és egy clearing house. Hát ez a clearing house, erről meg megint tanulni kellett. Ezt most szerintem olyan sokáig nem fogom, csak a részleteket ott tekerek egy pár lényegi képhez itt a videóba benne. Tehát clearinghouse van az adó, meg a vevő, és akkor az egyik
Az a lényeg, hogy ő egy ilyen köztes szereplő az adó meg a vevő közt, eladó meg a vásárló közt, és akkor fogja ez egy köztes ember, és akkor ő elveszi a pénzt az eladótól, a másiktól meg a részvényt, és akkor kicseréli a kettő közt, mert hogy annyian vannak, hogy irgalmatlan sokan, és akkor lehet, hogy kettőnek egymásról nem is kell tudni, meg a papírozást le tudja elintézni, hogy kinek, ki mennyit adott, hova, ettől mennyit adott, attól mennyit vett el, és akkor ezért csinálja az adminisztrációt is. Megközben, hogy rengeteg a vásárló, az eladó meg a vásárló, és akkor nem tudnának egymással találkozni konkrétan, hogy most ki kitől mit akar venni, úgyhogy ez a központ szereplő, ez a clearing house, a tiszta ház, vagy tisztázó ház, hogyha így fordítjuk le, így ezért nyersbe magyarra. Jelen magyarul meg úgy hívják, hogy zsíróbank. Hát mert giróbank, hát a zsíróbank, azt meg az egy Google Translate, hát a zsíró, a giró, hát az kör, a girosz is, hogy ez egy kör, vagy tekercs, vagy forgatás, vagy ilyesmi. Na mindegy, zsíróbank legyen így magyarul ez. Tehát az a lényege, hogy az Ezirix már most is kereskedik futures-ökkel. Meg megvan ez a clearing house-a is, ez a zsíróbankja is, ami már szabályozva is, ami már törvényleg el van fogadva a CFTC, az Alapanyagkereskedelmi Szövetség által, és még a FinCEN-nél, a pénzügyi büntények intézeténél is már regisztrálva van a cégnek ez a tevékenysége az USA-ban, és az Ezirix egy igen hagyományos tőzsde is, egy törvények szabályozott futures tőzsde is, és egy szabályozott clearing house, ilyen zsíróbank is. És az Ezirixnek a megvásárlásával a CBOE beléphet a digitális vagyontárgyak területére, és a derivatívák piacára is, ezt ebéröltem itt kis sárgával, pedig a derivatívákat nem szeressük, beleértve itt a zsíróbankot, meg minden egyebeket, és akkor Matthew McDermott, a digitális vagyontárgyak feje a Goldman Sachs-től kifejezte a támogatását ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy ez egy nagyon izgalmas fejlődés az intézményi kripto elfogadás irányába. Nagyon várjuk, hogy megtaláljuk azokat a módokat, hogy hogyan tudunk majd még közelebb együtt dolgozni a CBOE Digitallal. Hosszú távon. Nézzük tovább. Jaj, de jó, végre már a Facebook ellen már egyre inkább gyűrülik a Facebookot. Ugye már tegnap kijött, hogy na majd ő kriptopénztárcát csinál, meg ez az, meg a digitális pénzét majd hozza is a Facebook is. Na, úgy leültették az USA-ba a szenátorok, ahogy illik. A Facebook nem fontoshatja a kriptopénztárcájának a tesztjeit, mert hogy hatékony... Még így se tudja a fogyasztóit biztonságba tartani, úgyhogy dehogy már végül itt kriptózni is akarjon. És akkor rengeteg, hú, a szkandal, azt megint meg kell néznem, mert az megvolt, de már elfelejtettem a szkandal szót. Aj, hogy már nem így akarom, na, sima es, jó. Szkandal, rossz hírek, botrány, jó, botrány lesz az. Mert hogy több botrány is van már Facebooknál, a szenátorok azt írják, hogy adva azt, hogy ennyi botrány van mindenhol jobbra-balra a Facebook körül, igen, írásban is hangot adjuk a legnagyobb ellenállásunknak azzal szemben, hogy a Facebook nehogy már kriptót meg digitális pénztárcát csináljon. Most, hogy DM-nek hívják, vagy Novinak, az tök mindegy. És a Facebook döntése, hogy... A Facebooknak az a döntése, hogy digitális valutát és fizetési hálózatot csinál, az csak még egy újabb példája arra, hogy a cég gyorsan mozog és összetör dolgokat. És mint több más eset, mint már túl sok esetben félrevezeti a kongresszust is, miközben mindezt csinálja, és a Facebook már jó ideje tudatos üzleti döntéseket hoz, olyan üzleti döntéseket hoz tudatosan, amikkel ártanak a saját felhasználóiknak és a társadalom széles körének. A szenátorok továbbá azt is írják, hogy a Facebookot nem lehet megbízni azzal, hogy egy fizetési rendszert vagy egy kriptót kezeljen, amikor már jelenleg se képes lekezelni azokat a rizikókat és a fogyasztóvédelmet. Bebizonyították, hogy teljesen hatékonytalanok ebben, nem bírják ezt se kezelni, nehogy már még ők egy monetáris rendszerre is váljanak. Oké, nézzük tovább.
A milliárdos poltyúgyor Jones most már jobban szereti az aranyat, jobban szereti a kriptókat az aranyjal szemben, mint ami infláció ellen véd. És azt mondja, hogy tisztán van hely a kriptóknak a világba, és egyértelmű, hogy folyamatosan nyerik a harcot az aranyjal szemben jelenleg is, és már jobban szeretem a kriptókat az aranynál jelenleg. És mondja, hogy még csak egy számjegyű a portfóliómba a kriptóknak az aránya, tehát még 10%-a sincs a portfóliójának kriptóba, de mégis azt mondja, hogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon növekvően digitalizált világ irányába haladunk. Jones azt mondta, hogy aggódik a növekvő infláció miatt, megjegyezve, hogy ez nagyon komoly fenyegetést jelent az USA pénzügyi piacai, és a Covid-ból visszaépülőben lévő közgazdaság számára, vagy gazdaság számára. És akkor itt mondja, hogy az arany 8%-ot csökkent az elmúlt 12 hónapban, a bitcoin meg 437%-ot nőtt. A milliárdos befektetőt megkérdezték a bitcoin ETF-ekkel kapcsolatban is, és azt mondja, hogy szerintem jobb módja, hogy fizikai bitcoin direktben bitcoint venni, nem ilyen ETF-eket, és venni az időt meg fáradtságot arra, hogy megtanulja az ember, hogy egyáltalán hogy működik, meg mik azok a kriptók, vagy hogy lehet birtokolni, hogy lehet vásárolni. Mert hogy ő is azt mondja, hogy szerintem is a kriptók velünk fognak maradni most már, és még 2020 októberében, egy évvel ezelőtt mondta azt, hogy ő úgy látja, masszív potenciált lát a bitcoinban, és ahhoz hasonlította a bitcoin meg kriptó befektetést, mint hogyha valaki még Apple vagy Google részvényt vett volna a kezdetekben. Ez szerintem is így lehet, nézzük is tovább. A jó, az ingatlanok is annyi pozitív hír alig fért ki először, azért akarta ide tenni, a tetején is a szankciók, meg a kriptovilág volt, meg az oldalán, meg az alján, kicsit magyaráztam be, de aztán négy akkora hír is van, hogy nem fértem ki a képernyőre, úgyhogy kicsit visszavettem, meg átrendeztem, nagyon nézzük is. Ingatlan felülete, a Pakászó most már kriptókat is elfogad, a vezérigazgatójuk azt mondja, hogy masszív tömeges kripto elfogadás van útban jelenleg, hogy tömegek fogják most már tényleg kriptotérbe belépni. Ez van itt előttünk, és igen, ez ilyen osztott tulajdonú második házakat adnak el, tehát akinek van saját házajuk, csak ilyen nyaralókat, vagy akármi hétvégi ház, vagy második házat úgy nevezik, azokkal üzletelnek, és megosztott birtoklással még ezt is, tehát nem az, hogy egy ember megveszi a második házát, hanem 2-3-5-en összepótolnak, megveszik azt, és akkor úgy laknak benne, és mondják, hogy felejtsük el az időarányos megosztást, mert amúgy általában ez úgy szokott lenni, hogy vesz valaki tudom, Aspenbe egy üdülőnek egy 20 részét, vagy egy 100 részét, és akkor egy hétre, egy évben valamikor el tud menni oda, máskor meg a többiek, akik 100-an vettek még belőle, azok mennek máskor. És akkor azt mondják, hogy ezt felejtsük az időarányost, a pakászóval birtokolja az ember az otthon, a házat, nem csak egy időszeletet, és a cég weboldala azt mondja, hogy teljes évben lehet, nem csak évente egyszer, teljes évben bármikor lehet, itt lehet maradni a házba, és az újraeladással kapcsolatban mi a helyzet, azt is gyorsan és könnyen, újra el lehet adni, hogyha megvette egy részét egy ingatlannak az ember. Na ez lesz a még szebb, még egyszerűbb, amikor eljutunk arra a szintre, hogy már tokenizálják az ingatlanokat, és akkor ugye bár USA-ban van egy nem tudom, irgalmatlan száll, de hát mondjuk jó, a turizmusos pont nem megy most már mostanság, de akármi, és ha valaki bele akar fektetni, akkor itten is Magyarországról megveszi az ezred részét, és akkor ezért kapja a bevételeket belőle. Na de tovább, most már a cég úgy döntött, hogy ugye már nem kell az egész az előző példán maradva, az egész szállalát megvenni, meg lehet az ezred részét is venni példaképp. És most már úgy döntöttek, hogy a kriptókat is elfogadják ők is, és a BitPay segít nekik is, BitPay videó, úton útféle BitPay van, tehát nem lehet beléjük fektetni, és akkor a kriptók és a blokkláncok azt úgy látják, hogy az egész ingatlan piacon eszméletlenül kezdenek elterjedni. A kriptofizetési lehetőség egy újra és újra visszatérő téma a vásárlóik körében, erről folyamatosan beszélnek, mondja Austin Ellison, a Pakászó társalapítója és vezérigazgatója, és azt mondja, hogy amint nemzetközileg is elkezdünk terjeszkedni, még több embert el fogunk érni világszerte,
És valami, fú, nagyon komoly lesz az az igény, amivel találkozni fogunk, és ezért is akarunk minél több fizetési lehetőséget is lehetővé tenni, túl sok már lehető a szóba, mindegy az ügyfeleink számára. És akkor a BitPay vezérigazgatója pedig még több kriptotranzakciót lát, amiket nagy vásárlásokra fognak költeni, mint például, hogy ingatlanokat fognak már kriptóért venni, már nem csak tévét, meg ilyesmiket az Alzánál, már évek óta lehet bitcoinért venni tévét az Alzán, hanem most már ingatlanokat is lehet világszerte egyre több helyen. Steven Pair, a BitPay vezérigazgatója azt mondta nemrégiben, hogy egyre több tranzakciót látunk, amiket nagy vásárlásokat érintenek, mint például ingatlan vásárlások, és egyre több kriptó tartó akarja elkölteni, és a kriptóból élni az életét. A piacnak a potenciálja a kriptóval kapcsolatban az hatalmas. Egy 55 billió dollárra becsülik azt az összeget, amit a kriptótartók el fognak költeni az elkövetkezendő 12 hónapban. Oké, ingatlanok, ez még a legjobb. Utána ugyebár minek állnánk már átőző papírpénzre, amikor már még az ingatlant is lehet venni bitcoinba meg kriptóba. Na jó, tovább a... jó, itt ez meg egy komoly fejlesztő. Blokklánc játékfejlesztő, az Animoca, ezt nem árt megjegyezni ezt a nevet, nagyon úgy tűnik, Animoca. Animoca Brands összegyűjtettek 65 millió dollárt, a Ubisoft, az egyik világ egyik legnagyobb játékcéget, te is támogatta őket, a Sequoia China, meg ilyenek támogatták, és a világ szintű fejlesztők, igen, fejlesztő márka, tehát ez a cég, ez az Animoca, a játékosításban segít, a mesterséges intelligenciát használnak, blokkláncokat, NFT-ket és mobil technológiát. A piac értékük több mint 2,2 billió dollár. És júliusban az Animoca Brands bejelentette, hogy a cég akkor 138 millió dollár gyűjtött, aztán ugyebár itt nem itt az 1-2-3 milliót bedobtak, meg 10 milliót, meg 20 milliót valami fejlesztésben, játékban, meg ez az, 50 meg 100 milliókról beszélünk, ne ezek a tételek. És igen, akkor 138 milliót gyűjtöttek össze, hogy digitális igen, tulajdonjogokat valósítsanak meg NFT technológián alapulva. A cég az Animoca Brands-nek a társalapítója Sat Yu 2014. januárjában alakultak, és nem régiben már blokklánc játékokra és NFT-kre fókuszálnak. Az Animoca Brands áll, ők segítették a Sky Mavis-t is, az Axie Infinity-nek az alkotóit, és a vezető NFT piacot is, a kereskedelmi mennyiségekben a legnagyobb vezetőt, az OpenSea-t is ez az Animoca segítette. Az Animokának sincs kriptója, néztem, mert akkor már rég mondanám, hogy abba is fektessünk. Az Animoca Brandsnek a társalapítója azt mondja, hogy a digitális tulajdonoknak a jövője, az forradalmasítani fogja az iparokat a pénzügyi befogadó képességgel. Tehát van neki ugyebár jó ideig, és még játékot is revvé, jó, remélem, ha még törnés a kocsi, meg izé, elmenni a kerek, akkor ez lenne a legjobb. Mindenkinek, aki ez autós játékozik, már rég játszottam, de a legnagyobb, mai napig az a legnagyobb, és az már vagy 20 éves az a játék, a Grid. Nem a Grid 2, hanem a sima Grid. Race Driver Grid. Világ legnagyobb játéka. Ott az ember neki megy a patkának, utána ez elengered a kocsit, így húz balra. Hogyha úgy kekered ellent a kormányt, akkor talán egyenesen tudsz menni, hogy jobbra kanyarodjál, mikor már szétütötted a futóművet, utána olyan már nincs, az a világ legkomolyabb szimulátora. Még mindig én azt tartom, jaj, de szerettem. Úgyhogy jó, még ilyen revenue racing. Ilyen is dolgoznak, na nézzük tovább. Az Animoca, igen, olyan blokklánc játék projekteken dolgozik, mint a Sandbox. A Sandbox az egy egész azért top 100-ban benne van, vagy top 200-ban biztos a NFT közt. A Formula E High Voltage, Formula 1 Delta Time és a Rev V Racing. Nagyon rámentek az autóversenyzésre, nem is baj, remélem, hogy tényleg jól megcsinálják, és szimulátor lesz, nem ilyen izé Need for Speed jellegű, hogy nyomom az előre gombot, azt átrepülök az izé mindenhol az összes patkán, meg kiütöm az oszlopot, azt megyek tovább. Mert az nem valóság. Na jó, nézzük tovább. És mondják is, a, igen, Dragonfly Capitaltól Mia Deng azt mondja, hogy úgy hiszem, hogy a játék, művész és zeneiparok a digitális reneszánsz időszakukat élik, kifejezetten a blokkláncok által lehetővé téve.
És az amikor a Brandsnek a társalapítója és a vezérigazgatója Saki úgy részletezte, hogy a cég úgy hiszi, vagyis hogy a cég hisz a jövőbeni digitális tulajdon jogokba, ugyebár ez is valakinek ez a tudom is, egy digitális kocsi az többet fog érni, mint egy valóságban egy kocsi kb. Meg ilyenek. Ki hol éli az életét, hol tölti a nagyobb részét, meg a szellemi tulajdon, mindegy, hol alkot, úgyhogy más kezd már kicsit szétszakadni, tényleg jön itt a Matrix, hogy már fizikai teste hol van az embernek, meg az elméje hol van egyébként, haladgatunk nagyon abba az irányba. És ebben az innovatív trendbe, ez innovatív trend, ez forradalmasíthatja az olyan az iparokat, a pénzügyi befogadás oldaláról, ugyebár eddig játszottak a gyerekek a játékkal, és akkor oké, az idejük elment rá, jó, hát közben tanult mindenki, de nem volt semmi anyagi vonzata, és most meg ugyebár már lesz anyagi vonzata is, nem csak úgy, ezért eljátszottam 4 órát, hanem a mögött, ha tényleg jól csinálok valamit, akkor a mögött anyagilag is jól járok, hogyha arra szánom tényleg a szellemi kapacitásomat, meg az időmet, hogy abba akarok fejlődni, nem a fizikai világba. És az NFT elfogadása játékokban bebizonyította Satyu szerint is, hogy a jövő már most is itt van. Így van, én is nyomom az Axit tegnap is, hogy 200 SLP-t izé kijátszottam bele, már tesztelgetem az új csapatot, kezdem egy picit megszokni, bár jaj, a mókussal nagyon nehéz, ott sokat kell energiát gyűjteni. Na mindegy. Meg kell, hogy jöjjenek a jó lapok. Na nézzük tovább. Hogy a kriptogazdaság közelíti a 3 trilliót, a top 10 kriptotős, de már több mint 206 billió dollárt van bennük, több mint 7%-a a teljes kriptogazdaságnak. És akkor itt jó, Coinbase be van. Mennyi kriptót őriznek meg az egyes cégek? Coinbase őriz meg a legtöbbet, 73 billiót, a Binance 30 billiót, a Huobi 26 billiót, Huobi nem tudom, a Huobi ez kínai volt, nem Kínában mindent betiltottak, idézőjelben, hát ennyire tiltottak be mindent, hogy még 26 billió még a harmadik helyen itt van. Negyedik helyen a Kraken 18 billióval, OKX 5. helyen 13 billióval, és a végén van itt ennek az érdekesség, mert a többi az csak szám, az részletkérdés. Mind a 10 ezek közül a fő 10 tőzsde közül összeadva nagyobb már az értékük, mint a teljes piaci értéke, a Fortune 500 olyan Fortune 500 cégetek, mint a Comcast, a Pfizer, a Cisco, a Coca-Cola és az Intel. Ezeknél már mind nagyobbak ezek a kriptotőzsdék. És mondják, hogy biztonsággal állíthatjuk azt, hogy a top 10 kriptotőzsde kriptotartalékokat tekintve megőrzés oldaláról nehéz súlyú behemótokká váltak a pénzügyi világban, köszönhetően a növekvő értékének, a kriptogazdaság növekvő értékének. Oké, nézzük is tovább. Az Ethereum 21%-ot nőtt ezen a héten, a második legnagyobb kriptopiac all time high közelébe van, hát ez már ezért plafon, hát már ezért olyan magasan az Ethereum még, ahol nem volt, nem? Na mindegy. Az Ethereum írják, 46%-ot nőtt 30 nap alatt, és már fél trillió dollár a piaci értéke, hát ezt nézegetjük minden nap, hogy hol tart. Illetve az Ethereum piaci dominanciája is nőtt az elmúlt 2 napban. Az Ethereum blokklánc pedig még mindig a DeFi-ok királya, 240, összesen DeFi-ba lekötött 240 billió dollár értékből, ami le van kötve, jelenleg az Ethereum tesz ki 165 billiót, és ez a 45%-a teljes DeFi-ba lekötött pénzeknek, ami egyébként kisebb annál 69%-os Ethereum DeFi dominanciájánál, ami pár héttel ezelőtt volt. Tehát pár hét alatt 69%-ról rögtön 45%-ra esett az Ethereumnak a DeFi piaci dominanciája. Annyian mennek, kötnek le pénzeket, más tőkéket, más blokkláncokon is. Tovább viszont Ethereum meg már lassan pár hónapon belül jön a 2.0-val, akkor az megint megférdő. Jó, hát még így is ő a második legnagyobb, tehát ez egy nópara, csak drága a transzakciós díjuk, mint az állat. Na tovább, hát itt nem sok semmi volt ez benne, az Egyesült Királyságokban ezért fiatal befektetőket, kriptobefektetőket kérdeztek, és mondták, hogy a verseny, hát a versenyhelyzet a sose baj, ugyebár ezt kéri a nőknél is, mert a férfiaknál az megvan, játszanak, akármivel egymás ellen, vagy akkor ezért sportolnak, vagy valami másik ellen, és akkor ezért ha harcolnak egymással, jobbak akarnak lenni a másiknál, a nők meg alattomosan a hátulról, nem is harcolnak, pedig az lenne a legtisztább, vagy valahogy megmutatni, hogy jobb vagyok a másiknál. Hát mindegy, ott azért kifestegetés, meg ilyenek vannak, aminek úgy, de azért nem sok értelme van. Na jó, és a másik oldalról meg a hype-olás, az ajnározás, tehát hogy nagyon mondják, hogy figyelik a híreket, hogy jó, ezt mondják, hogy ez megy, az megy, és akkor azért fektetgetnek ide meg oda, de elég rizikósan fektetgetnek be, azt hozták ki a végére. Hát mindegy. Úgyhogy így fektetgetnek, de nem túl óvatosak az Egyesült Királyságban fiatal kriptobefektetők.
Amúgy ezért rizikós, akik rizikós termékekbe fektettek, azokat kérdeztek, meg 1000 embert kérdeztek, meg 18 és 40 éves kor közt. Jó, tovább. A nigériai ügynökség elutasította a Blokklánc startup cégnek a jelentkezését, azt mondták, hogy a kormány még nem ismeri el a Blokklánc technológiát, úgyhogy nem hagyják jóvá, hogy a Blokklánc startup cég az bármit is fejleszten ekkora marhaságot. És ez a döntés ezt kiábrándította, és fel is dühítette néhány tagját a nigériai Blokklánc közösségnek, totál megértem. És ezt a döntést követően a Crypto Asset Buyer jelentése lehozta, hogy Nigéria most már nem valószínű, hogy el fogja érni azt a célját, hogy majd ők 10 billió dollárt beszednek kriptókból, Blokklánc technológiából, hogyha nem is hagyják, hogy elinduljon az egész kb. Akkor pápá adó. Jaj, ez még egy fizetett hirdetés, de csak érdekes, mert én is eddig nem tudtam konkrétan. Soldexről, Solanának a decentralizált tőzsdéjével kapcsolatban. Itt van pár érdekes info, hogy miket is csinálnak ők kb. Az a lényeg, amúgy nekik sincs kriptójuk, tehát nem lehet belefektetni. Hogy az a lényeg, hogy itt igen, hogy itt likviditás, tehát nem az, hogy megvárják, hogy egyik oldalt, meg másik oldalt összepárosítják a két tokent, és akkor legyen pár, meg stb. Van egy központi likviditási medence, ami benne vannak a pénzek, és akkor pikpak innen onnan a legolcsóbbakat megveszik, és kicserélik, és ez egy gyorsabb a folyamat, meg olcsóbb, meg nem kell annyit várni, meg mindenben jobb, azt írják, hogy ez sokkal hatékonyabb, meg praktikusabb a Solanának a decentralizált tőzsdéje. Na jó, nézzük tovább, túl vagyok rajta, nagyon sok volt a hír mára, az elején még túl el is kanyarodtam, hát bocsi, de hát ez van mindegy, kicsit elvariáltam a szankciókkal, de ma arra is kitértem. Na és akkor tegnapról, hogy mennyire van igazam, meg nincs igazam. Hát most az is lehet, hogy most lejön itt az alján, megint pattan egyet, és akkor visszaesünk 62.000-re, és majd onnan megyünk felfelé. Onnan megyünk felfelé 62.000-ről, na hát most akkor mi történt? Úgyhogy ezt tegnap előtt rajzoltam be, akkor még sehol nem volt, ugyebár ez a vonal, hát így nézhetem 1 órásban is, tök mindegy. Ugyebár itt sehol nem volt ez a vonal, hát véletlenül pont telibe, ma pont telibe lejött, és pont az én vonalamon, amit már két napja berajzoltam, pont azon pattant meg, ahogy így mondtam, úgyhogy hát ez van, oké. Még nincs gáz, amin töri ugyebár ennek a trendvonalnak az alját, hát ez már mióta tart? Jó, hát ez még szeptember 29, hát egy hónapos trendvonal kb. Azért az már egész jó. De meglátjuk, hogy na mindjárt kitérek erre is, de vissza először. Nézzük, mert hogy miért kellett most lehúzni, ugyebár megint mikor már all time high-on voltunk, ezért kellett lehúzni, hogy 100 milliónál több long pozíciót ki tudjanak írtani. Azelőtt meg a shortolókat írtották ki, tehát nekik az a lényeg, hogy egy 100 millió dollárt kb. Mindenet le tudjanak szedni a tőkeáttétesekről, mert az vagy 2000 bitcoin, vagy 1800 bitcoin, vagy ilyesmi, naponta csak 900-at bányásznak ki, kétszer annyit le tudnak ők szedni a tőkeáttétesekről, akik saját maguk alatt vágják a fát. És akkor ugyanez persze, hogy ez nagyon benne volt a pakliba, hogy amikor ez megindul felfelé, akkor mindenki jó, hogy megteszi a tőkeáttételt. Megyünk 70.000, 80.000-re rögtön gyorsan 10-szeres szorzó, 20-szoros, 50-szeres, 100-szoros szorzó. Megyünk fel, és akkor fogják olyan 5%-ot, visszahúznak rajta, kiírtják a felét, 100 milliók már teli van a zsebük vele, azt utána megint mehetünk felfelé. Tehát még nem törtük meg azt, tehát annyira telibe pontosan, ahogy az előbb mutattam, a pixelre pontosan, vagy milliméterre pontosan ott pattant, ahol behúztam a vonalamat, hogy ez még mindig benne van a narancssárga trendzónában. Oké, az RSI az visszajött a 70 alá, 67,1-en, egy kicsit most oldalaszkat, ma egész szépen elkezdtek végre már az altok is növekedni, jó, most visszafordultak egész piac, ahogy a bitcoin is visszajött, de már mutatták az altok ma, hogy van bennük azért még erő, csak a bitcoin kicsit menjen fentebb, meg pihenjen meg oldalazon egy kicsit, aztán fognak ők húzni. Én nagyon azt láttam benne, hát a napi mozgó átlag még mindig a 20 napos fölött még mindig lebeg, de már jövök, hát meglátjuk, még mindig ez a lényeg, amit az előbb mutattam, hogy itt most, hát ez miért ilyen hülyén rajzoltam meg fél perccel később, hogy elengedtem az egeret, hogy itt mikor töri, ha ez töri, akkor lehet, hogy tényleg itt a 20 napos mozgó átlagot mondjuk addigra kb. Itt lesz, akkor lehet, hogy itt megteszteljük, vagy valami. Ez még úgy pont rendben is lenne, mert akkor a 50-et már le, de nem, ez meg kicsi. Hát most ezen, hogy 5-10%-ot mindig azt nézegetem, hogy legalább egy 20-30%-ot akarnak, amikor már ennyit jöttünk fel, egy 20-30%-ot akarnak szakítgatni, az vagy 12 lenne, hát itt nagyon le kéne. Egyszerűbb lenne nekik 70-75 környékéről visszaszakítani 60-ig, hogy egy 15-20%-ot csináljanak, vagy ilyesmi. Na jó, meglátjuk, ezt kell figyelni, az alsó vonalat törik, vagy nem törik. Azt mondja, hogy nézzük meg kisebb nézetben 4 órásba.
egy órásba, annyira telibe, hogy ezek a legszebbek. Hanyatszor van már ez az éve, hogy pont telibe, mikor már napokkal előtte berajzolom a vonalat, és pontot fordul meg. Oké, 15 percesben még itt is. Jó. Oké, lényegeket elmondtam, hát reméljük, hogy ez itt azért holnap fordulni fog, és akkor tényleg utána húz megint felfelé, aztán jövünk tovább, megyünk felfelé, mert csak fel kell. Egy nagyobb korrekcióhoz, mert nem hiszem, hogy innen, meg nem is nagyon tudnánk szerintem 65-ről már 50-re visszaszakítani, mert az lenne a jó kis 20-30%-os korrekciók nekik, de nem hiszem meg akkor, hogy fentebb kell menni olyan az utolsó 3 hónap, hogyha ennyire erős kell, hogy legyen, itt szerintem haladnunk kell tovább. Nem valószínű. Kitörhet, de kevésbé valószínű, hogy ez most fog kitörni, inkább majd 70 fölött szerintem. Na jó, oké, azt mondja, hogy megnéztük Bitcoin, körülöttünk mi a helyzet, arany, szenved, nem bír 1800-at se, 1779 és fél dolláros áron kapható egy uncia arany, egy 10%-ot csökkent a mai nap folyamán is. Az S&P 500 4536 és fél dolláros áron kapható, na, all time high kb, világ legmagasabb árán van, sok per kb ugyanott van, ahol éjfélkor indult. A Bitó, amiki... mit csináltok? Visszaszakították a Bitcoin Futures ETF-et. Ja, mert hogy most esett a Bitcoinnek is az ára. Hát itt manipulálgatják a piacot, meglátjuk. Visszaszakadt oda, ahol tegnap indult pont oda. Akkor most nullán van tegnaphoz képest. Ma 5,5%-ot csökkent. 40,8-on van a Bitó. A BitF, ami majd pénteken fog kijönni, és nem értem, hogy akkor miért van itt. Ez valami furcsa, hogy már múltból is van neki dolga, de úgyhogy nem tudom hova tenni. Ezt a BTF-et, na mindegy, de őt is lehet nézegetni, de ez lehet, hogy nem is az akkor más találtam, na mindegy, ezt majd meg kell újra nézni. De BTF-ből csak egy volt. De, mert Valkyr Bitcoin stratégiai ETF, itt is van, azt találtam, amit kell a Nasdaqon, de ha pénteken jön ki, akkor miért él már 1000 éve? Nem tudom ezt hova tenni, mindegy. Nézzük tovább. Bitcoin 62700-nál. Jaj, amúgy igen, 4,5-5%-ot csökken ma a Bitcoin, ha nem véletlen vettem fel itt a piroskát, de olyan nagyon nem kell félni, amíg nem szakadunk itt lefelé a sárga vonal alá. Azt mondja, hogy nézzük tovább. Hányan keresnek a kifejezésekre? Hát valami indulást már várni, vagy már lehet, hogy már nem fognak tényleg csak 100 000 körül. Na, valami van végre, bár egy pár ember kezd rájönni, hogy létezik a Bitcoin megint. Akik eddig úgy parkolópályán voltak, meg fogalmuk se volt róla. 32%-ra megnőtt most a Bitcoin a keresés. Egy picit már indulgat. Most, hogy tegnap all time high volt, azt mondja, hogy nézzük tovább, piaci értékek. Kezdve az Ethereum tartja a 18. helyét, 481 billió dolláros a piaci érték, és 4082 dolláros áron kapható. És akkor a Bitcoin pedig tartja a 8. helyét, 1,18 trillió dolláros áron kapható, és 62.925 dolláros. Nem, 1,18 trillió dollár a piaci értéke, és 62.925 dolláros áron kapható. Magyar forintban 20 alatt egy picit, 19.660.000 forintot ér jelenleg egy darab bitcoin. Nézzük a teljes piacot, 24 órás kereskedelménység, gondoltam, hogy hatalmas lesz, mert itt az eladáshoz és akkora mozgásokat kell csinálni, hogy csak na. 130 billió dollár volt a kereskedelménység az elmúlt 24 órában a kriptókban. A kriptók összpiaci értéke még mindig bőven, ez egy 2,5 trillió dollár, 2,55 század, még 2,67-en is volt talán ma. Ebből a bitcoinnek a piaci dominanciája 46,3%, az Ethereumé 18,8%, akkor 35,34,9% van a többi kriptóban. A teljes piac 3%-ot csökkent a mai nap folyamán, nézzük itt a bitcoin csökkent 5,5%-ot, kicsökkent mondjuk 10%-ot, vagy kinőtt 5-öt, mert a Bitcoin a standard mínusz 5-öt tartja, akkor még aki annál is lentebb van, az mínusz 10, aki meg, vagy aki zöldben van simán, még azokat is nézhetném, legyenek a simán zöldek, aki még nincs is pirosban. Tehát a Solana 6% pluszban van így is. Jaj, te egy a bácska járpén, remélem nézed, itt rám írt este, hogy Bitcoin vagy Dogecoin, 1 millió forintos kérdés, hát mondom, jó, nem állok le itt beszélgetni, de bár én is meg pihennem is kell azért, de ennyit mondjam, megért mondom, egy másodperc gyorsan megírtam, hogy Bitcoin vagy Dogecoin, 1 millió forintos kérdés, mondom, Solana. Ennyi. Solana látszik is, tegnap óta már vagy 10%-ot, hogy most, hogy szakad vissza a Bitcoin, akkor is pluszban van a Solana, 6% pluszban van most is a Solana, pikpakát fog menni itt a 200 dolláron, meg már most szerintem 500 dollár környékén kéne tartani a Solanának ahhoz képest, amit többiekhez viszonyítva tud. Na jó, Solana 5,5% pluszba. Többiek, mint piroskába, stabil kriptók vannak, pici zöldben, de hát az a részletkérdés. Az Avalanche is pluszban van 1%-ba, a Chainlink 4,5% pluszban, na, hát ez hogy? Jó, a VeChain, jaj, de jó, a VeChain is 5,5% pluszban van, az FTX tokenje 4,5% pluszban,
Hát meg az Ethereum Classic 2,2% plusz, bár az se rossz, oké. Nézzük tovább, DeFi-ban mennyi tőke van lekötve, 233 billióval. Tegnap hát, ma ehhez képest már csak, mert hogy azért 5%-ot korrigált a piac, 233-hoz képest most ott tartunk, hogy... Hű, de hogy is, fordítva csinálja, hogy mondom. 235 billió van már lekötve, van még több, még 2 billióval több van lekötve, hiába csökkent az értéke a kriptóknak, még többet toltak bele. Oké, okay, jaj, Béla ezt benézte, azt mondta, hogy az Ethereum alapú DeFi-ok, de ez nem Ethereum alapú, ez az összes DeFi, ami a világon van ebből, a 235-ből csak 160-170 körül van az Ethereumos. Azt mondja, hogy toppan az AVI, a Curve, a Maker, a Compound, őket követi a Yearn, a Sushi Pancake Uni és AnySwap-ok. Azt mondja, hogy tovább, Coinbase-en jön neki valami újdonság, ne jöjjön, mert már így is hosszú a híradó. Ó, hogy mi ez az egy, jaj, jött ki valami, jaj, mi a jó Isten jött ki. ASM, ez volt tegnap, vagy nem volt, a francia tudja. Nézzük meg gyorsan, mit csinál az ASM. ASM. Összemből, ez tegnap volt, jó, hát akkor hagyjuk, most csak a párokat hozták el összemből protokollhoz. Hát jó. Mit csinált tegnap óta? Mutasd így, ez egy 7 napos, hát ugyanott van, ahol kb. Tegnap, jó. Tovább, CoinMarketCap-en mi a trendi Dogecash, hát az Empire token, aztán tegnap néztem. Igen, a birodalmi token, emlékszek, 3000-dik, akár 2800-dik, jó, hagyjuk a francba, ezek szerencsejátékosok, Dogecash is, Rainbow token is, Dogecoin Mars is, Babycare is, Boldus, annak is degagyi az ikonja, nem hiszem, hogy já, 736-dik úgy. Hát de semmit nem tud, nem írnak itt semmit róla. Van plafonja, az jó, csak az 500-éke van ki már. Jó, 26 milliós a piaci értéke, hát ezt nagyon könnyen tudják manipulálni, annyira nincs értéke még az egésznek. Amúgy meg oldalazgat az egész, ahogy... Ja, hát jó, nemrég ért ki pár hetes sztori. Hát nem tudom, nem is nagyon írják, hogy mit tud, annyira nem megyek bele tovább. Solana egyértelmű, hogy van a portfólióba, Arriva még mindig nem tetszik, Saffron Finance, hát Saffron Finance, Saffron pénzügyek, mit csinál az a 650 dollárával, de gondolom ezredik helyen vagy ilyesmi van, hát nem, 536. helyen, DeFi, Yield Farming, Yield Aggregator, hát itt is hitelezni, kölcsönözni lehet, fent van a Phantomon is, hopp, 91% ki van bányászva, egész jó van plafonja, hát 60 milliós csak a piaci értéke, olyan 100 millió fölött, hát ez még egész kicsike. Jó, az 5%-ával kereskedtek ippek, hogy az elmúlt 24 órában, nem jó, hogy mekkora esetem nagyon érdekel itt senkit, át, ez sehol, jaj, még hogy a májusi magasság oldal irányba megy, túrja a földet, az egész jó, ez nem. Már régen is láttam, akkor se tetszett, most se tetszik. Shiba X az meg persze, hogy szerencsejátékos, tovább Powerad a szerencsejátékos, Kedgör szerencsejátékos, Baby Doge Money Maker szerencsejátékos, Epic Hero 3D NFT, mindig itt van ez a NFT, és az egész stabilkának tűnik. Nem szerencsejátékos, Daddy USDT szerencsejátékos, Baby Cake szerencsejátékos, Safemoon szerencsejátékos, French Connection, jó, vagy francia kapcsolat pénzügyek, hogyha úristen, szerencsejáték, itt minden szerencsejátékos, Infinity X meg a Bigfoot is. Oké, azt mondja, hogy jaj, de jó, elértünk a végére. Oké, hát azért szurkol, mert tegnap én is úgy voltam, nem hiszem, hogy innen akarnák 50-ig visszahúzni, egy 20-30%-os korrekció így is úgy is érik, míg a legvégére annyit megnézek, hogy hány százalékot nőttünk, mert 70-80%-ok után lehet számítani, akkor már szinte fix a korrekció. Hát 60%-ot nőttünk, 62-t, 70, ha felmegyünk 70 ezerre, akkor lesz 70%, 72. Úgyhogy igen, 70-80%, 70-80 körül fog ez szerintem nagyot korrigálni, nem ilyen kis light 5%-ost, hanem 20-30-40%-ost azt majd szerintem. Hát még 40 szerintem most nem is lesz, egy 20-30%-osra számíthatunk, majd 70-80 ezer közül vissza. Na jó, meglátjuk mi lesz. Kösz szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, további szép estét mindenkinek, sziasztok!